Haltelepítést végzett április 23-án a Szerencsi Horgász Egyesület. A civil szervezet összesen 500 kg pontyot vásárolt. A három nyaras egyenként 1,50-1,80 kg-os halakat délelőtt helyezték el a Szerencsi homokostóba. Ezért április 23-án 8 órától április 27-én 7 óráig teljes horgászati tilalmat rendelt el a Szerencsi Horgász Egyesület vezetősége. A haltelepítésben ezúttal is néhány szerencsi sportárs nyújtott segítséget a vezetőségnek. A horgászati tilalom után április 27-én megkezdésre kerül a hagyományos Spisák Lajos horgász emlékverseny. A nevezés, szabályok ismertetése és helyfoglalás után 8 órától 11:30-ig történik a megmérettetés, majd az eredményhirdetést követően ebéd zárja a programot.